A hétvégén is gőzerővel zajlik az oltási terv végrehajtása a szociális otthonokban. Összesen 60 ezer ember kaphat védettséget ezekben a napokban. Jövő héten pedig kezdődik a nem bentlakásos intézményekben élő idősek oltása is. Első körben azok kaphatják a vakcinát, akik jelentkeztek az interneten vagy levélben. Kora reggel érkeztek az oltócsapatok a budapesti Napfény otthonhoz. Nem először jártak ott, legutóbb 3 héttel ezelőtt dolgoztak az intézményben. A folyamat most is ugyanaz. Előkészítik az injekciókat, rövid adminisztráció, és beadják az oltást. A pillanatot Seres Gáborné is nagyon várta, ő is már a második adagot kapta. Így 7-10 napon belül elérheti a csaknem teljes védettséget a koronavírus ellen. Ezt várjuk már nagyon régóta, és eljön majd az a pillanat, mert bízni kell. Bízni kell és hinni kell. A fővárosban ma 56 helyszínen csak nem 4000-en kapnak vakcinát. Az oltások beadását a Semmelweis Egyetem és a fővárosi kormányhivatal munkatársaiból álló csapatok végzik. Ahogy a vakcinák érkeznek, gyakorlatilag az látszik, hogy a fővárosi oltási munkacsoport is, a Védelmi Bizottság is felkészült erre a feladatra. Ha jövő hétre lenne 1 millió vakcina, akkor 1 millió embert is be tudnánk oltani gyakorlatilag országosan. Nem tapasztalt jelentős reakciót az első oltás óta a 88 éves Kanyuk Istvánné sem. Anci néni a nyíregyházi sóstói szivárvány idősek otthonának lakója. Ma már a második adagot is megkapta a Pfizer-BioNTech készítményéből. Azt mondta, megkönnyebbült. Nem félek, mert én mindig felveszem minden évben a védőoltást. És abszolút nem félek. Mindenkit arra bízhatok, aki csak lehet, hogy vegye fel. Mert csak így lehet megállítani ezt a csúnya betegséget. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ez az első intézmény, ahol megszervezték az oltást a kórházban kijelölt pontokon kívül. Az intézmény ellátottjainak 99%-a kérte a vakcinát. 3 héttel ezelőtt 84 embernek adtuk meg az A-oltást, dolgozóknak és lakóknak egyaránt. Ők a mai nap folyamán jönnek a B-oltásra, és több mint 230 dolgozónak és lakónak a mai napon adjuk meg az A-oltását. Az előzőek tapasztalatai alapján, hál' Istennek, komolyabb oltási reakció nem volt. Érkeznek az oltóanyagok a Csongrád-Csanád megyei szivárvány otthonba is. Első alkalommal oltanak a Hódmezővásárhelyi intézményben, ahol fogyatékkal élőkkel foglalkoznak. A bentlakók és dolgozók többsége kérte az oltás beadását. Nekünk igazán ez a nagy segítség, hogy ezt a védőoltást megkapva visszatérhetnek a mindennapjaikba, és élhetik a saját életüket, hogyha itt föloldásra kerül a bezártságok. Nagyon várták ők is, a dolgozók is, és a hozzátartozók is természetesen. Csongrád-Csanád megyében ezen a héten szerdától vasárnapig oltanak. Az 5 nap alatt több mint 70 oltócsapat járja a bentlakásos, szociális intézményeket, és mintegy 3500 bentlakót és dolgozót oltanak be. Ezekben a napokban két típusú oltást végzünk el. Egyrészt 420 fő részére már a második körös oltást adják be az oltócsapatok. Tehát ők azok, akik január első hétvégéjén, 21 nappal korábban már megkapták az első vakcinát. Illetve a nagy többség pedig az első körös, az első oltását kapja meg. Jelenleg az idős otthonok és a bentlakásos, szociális intézmények kampányszerű oltása zajlik az országban. Több 10 000 gondozott és dolgozó kaphatja meg a vakcinát a napokban. Február elején pedig már kezdődik a harmadik kör, a védőoltással regisztrált legidősebbek oltása. Őket a házi orvosok fogják értesíteni a regisztráció során megadott elérhetőségen, jellemzően telefonon.